A bajnokság őszi szezonjának utolsó mérkőzése sem hozott győzelmi sikert a Bábolna SE tekézői számára. Az erősen tartalékosan Bábolnára érkező Nagybidzó gárdája ellen léptek pályára, a hazai győzelemre esélyt sem adva önmaguknak. Bábolna SE, Topidó Nagybidzó SE, 2-6, Ifi 3-1. Az imént azt mondtad, hogy hosszú idő után győztetek Bábolnán. Milyen íze van ennek a győzelemnek? Hát megmondom őszintén, óriási meglepetés ez számomra. Úgy készültünk, hogy egy tisztes vereséget fogunk itt elszenvedni, mivel hogy nagyon sok hiányzónk van, és tényleg ilyen összeállításban még nem sikerült kiállnunk. Úgy érzem, hogy tényleg az volt az egyetlen elvárásom a csapat fele, hogy egy tisztes vereséggel távozzunk innen. Főleg úgy, hogy itt szerintem évtizedek óta nem tudtunk mérkőzést nyerni, úgyhogy ez egy örök mumus volt nekünk a Bábolna. És hát megmondom őszintén, hogy ennek fényében hát ez egy óriási dolog, és még mindig nem tudtam feldolgozni, mint csapatvezető. Azt gondolom, hogy a helyi csapat jóval tudás alatt játszott. Hát mi meg ezzel az összeállítás azt dobtuk, amit tudunk, úgyhogy mindenképpen egy óriási eredmény nekünk ez. Igaz, hogy kevés fa született, legalábbis itt, ami az NB1 nyugati csoportjának dobás számait illeti, de ugyanakkor tavaly azért egy gyönyörű harmadik helyet szereztetek meg, ami kis hián akár a Szuperligába jutás esélyét is lengette a szemetek előtt. Igen, hát megmondom őszintén, hogy bajnokság előtt az volt a cél, hogy az első háromban leszünk az idén is, de titokban én, mivel hogy azt gondolom, hogy elég jó a keretünk, én azt gondoltam, hogy akár még bajnoki címre is törhetünk. Hát az első öt mérkőzésünk az nagyon jól sikerült, aztán utána elkezdődtek a személyi problémák, úgyhogy én most egy kicsit módosítanék a terven. Azt gondolom, hogy ha az első négyben bent leszünk, akkor én annak örülni fogok. Én úgy látom az NB1 nyugati csoportját jelenleg, hogy nagyon közelít, tehát ez egy nagyon erős mezőny, nagyon közelít a Superliga alsóházához, illetve a középmezőnyéhez, hiszen 3300 fölött, 3400 fölött is születnek eredmények, azért jelentősen megerősödött ez a mezőny. Hát igen, én is így látom, és hát mondanám az ajkát, de azt gondoltam, hogy ti, mint helyi csapat is egy kicsit jobban beleszóltok majd a bajnokság az első három helybe. De hát természetesen még hosszú a szezon, mert hát hátra van az egész tavasz, és összeszedheti magát természetesen a Bábolna is. Azt gondolom, hogy mi is így voltunk, hogy amikor kiesik egy csapat a Szuperligából, utána egy hullámvölgy jön, és hát az első év az bizony rámegy arra, hogy újra összeszedje magát az ember. Nektek milyen reményeitek vannak? Hát én nekem az a reményem, hogy egy kicsit jobban összeáll a csapat a tavaszra, és hát ez a nagy kiugrások, tehát súlyos vereség volt otthon az Ajkától, idegenben is volt két-három olyan vereségünk, amit hát mindenképpen szeretnék elkerülni, és hát azt akarom, hogy egy kicsit, azt szeretném, hogy egy kicsit stabilabb legyen a csapat, mert elég hektikus. Elmúlt héten Szent Gotthárdon járt a Bábolnai Teke csapat. Hát egy 100 fás különbségű vereséget szenvedtetek, de igazából nem volt olyan rossz ez a fa hát dobás, mert 3300-3400 körüli fa megvolt, mégis 100 fával jobb volt a hazai csapat. Hát ahogy elmondták, életük, illetve ennek a szezonnak mindenképpen a legjobbját dobták azon a pályán most. Ennek igazán örülök, gratulálok nekik innen is. Ránk nézve ez igazán megsemmisítő volt. A játékképét nézve nem volt annyira vészes, tehát látszódott, hogy
a csapat fejlődése az ott megmutatkozik. Úgyhogy ott annyira nagyon nem voltam kétségbe esve. Azt mondtam, hogy idegenben bármi lehet, így aztán az, hogy ott egy tisztes helytállással kikaptunk, ott szó neki át megyünk előre. Na, itt az NB1 nyugati csoportjának őszi utolsó fordulójában a Topidó Nagy Mizdó együttese érkezett Bábolnára, akik ugye a tabellán egy helyen előrébb léteztek most. Tavaly egyébként, ahogy láttam, majd, hogy nem fel tudtak kerülni a Szuperligába, és most, ahogy itt a csapatvezetők elmondta, számukra nagy meglepetés volt, hogy győzni tudtak Bábolnán. Megmondom őszintén, nekem is. Hát ezt mindenkit meglepett az a mai napi szereplésünk, tehát oly mértékben nem vártam a csapattól ezt a fajta játékképet itthon, azok után, hogy a múlt héten idegenben egy hajnali időpontban lejátszott mérkőzésen hosszú és fáradalmas utazás után képesek voltak helytállni, itthon meg igazándiból a minimumot sem hozta a csapat. Hát ezt is tudni kell feldolgozni, nyilvánvaló, nagyon nehezemre esik, nem is nagyon találom most a szavakat erre. Nagy valószínűséggel ez is meg kellett, hogy történjen ahhoz, hogy a konzekvenciákat levonva a jövőképet úgy alakítsuk, hogy erre máskor ne kerüljön sor. Gyakorlatilag én most már itt azt látom, hogy két játékos, aki húzza a csapatot, te és a Csejtei Norbi. Ti vagytok azok, akik nagyjából azt a ütött fa számot tudjátok teljesíteni, ami elvárható. Többiek nagyon maguk alatt teljesítenek. Hát én azért kiemelném még a sorból a Teberi Marcit is, mert ő nagyon szépen fejlődik, tehát ifjúkora ellenére nagyon ambiciózusan veszi föl a ritmust, és ugye, hogyha most a csapatképet nézzük, az eredmény szempontjából ő a második a csapatból, az ütött fákat nézve. Nyilván ez is kevés, tehát ennél is több kell, de hogyha ővé lett volna a minimum, akkor nyilván az egy más eredményt hozott volna, de hát ezt a játékot sem Volnára játsszák, hanem a kemény tényeket kell figyelembe vennünk. Tehát én inkább azt mondanám, hogy négy olyan játékosunk van, aki meghatározó lehet. Az most egy pech, hogy abból kettő nem találja a formáját. Ennek is meg kell találni az okát. Nyilván ez most kell egy nap, hogy az emberben leülepedjen, levonja a konzekvenciákat, és utána hideg fejjel próbálja meg felállítani azt a stratégiát, amivel majd neki megyünk az edzésnek. Nyilvánvaló nem állhatunk le, az ünnepek alatt tovább kell folytatni majd a munkát, annak érdekében, hogy legyen esélyünk legalább egy normális helytállásra, egy olyan pozíció megszerzésére, ami nem olyan szégyen teljes, mint a jelenlegi szereplésünk. Szerinted mennyiben járul ehhez hozzá az a tény, hogy az NBA nyugati csoportja hihetetlenül megközelíti a Superliga alsóházának, illetve középmezőnyének eredményeit? Még inkább sokat fejlődött ez a csoport a korábbiakhoz képest. Ez semennyiben nem befolyásolja azt a játékképet, amit nekünk mutatnunk kell. Tehát ahhoz kell mindig igazodnunk, ami előttünk áll feladat, nem pedig egy tabellát kell néznünk, hanem azokat a játékosokat, akik kihívóként ide jönnek, vagy ahova mi megyünk kihívóként. Nem szabad ebből kiindulni. Nekünk mindig arra kell figyelni, és arra kell trenírozni magunkat, hogy büszke legyen az ránk, aki hátulról nézi a játékunkat, mert azt érzi, hogy harcolunk érte. Ezen kell nagyon sokat javítani, mert a mai napon nem járta ezt senki. Fel tudott tüzelni a játékosokat ebbe a, hát mondjuk úgy, hogy téli szünetbe? Nagyon remélem, hogy így lesz. Azt gondolom, hogy talán sikerülni fog. Kell egy hosszú beszélgetés mindenféleképpen. Tudni akarom, hogy a játékosokban ez hogyan és miként ülepedett le. Hogyan látták ennek a tanúságait. Nyilván itt vannak személyi jelentétek is, amiket fel kell oldani, és utána tudunk majd előre menni. Elképzelhető, hogy nem én vagyok az alkalmas személy, akinek vezetnie kell a csapatot. Nyilván ezt is fel kell vetni, ennek a konzekvenciáját is figyelembe kell venni, és
ennek megfelelően kell majd tovább lépnünk. Az ifjúsági csapat viszont egész szépen szerepel ma itthon, nyerni tudtak, és szép teljesítményeket produkálnak azok a játékosok, akiket most már időnként be is tudtok építeni esetleg a felnőtt csapatba. Hál' Istennek az ifjú játékosok mutatnak olyan nagy reményeket mutató játékot, ami valamilyen szinten gyógyír erre a mostani sebre. Ebből kell nekünk majd kiindulni, és őket fölhozva talán egy egészen új csapatot építve lehet, hogy úgy kell nekünk majd tovább. Én nem tudom még igazándiból, meg kell várnunk azt, hogy hogyan és miként alakul majd ez a megbeszélésünk. A lényeg az, hogy az ifjúsági csapatra panasz nem lehet.